Magyarnak lenni kész csoda, színtiszta szürrealizmus. Magyarnak lenni hidrogénbomba, magyarnak lenni számítógép. Magyarnak lenni didergő hologram. Magyarnak lenni cigánynak is lenni. Magyarnak lenni nem tsikos, nem gulas, de mindig paprikás. Magyarnak lenni nem bolt. Magyarnak lenni a legnyugatibb kelet, fejét meghajtó fűszál. Magyarnak lenni nem bokrétaság Isten kalapján, de szolgálat. Magyarnak lenni minden körülményben, embernek lenni. Egy régi házat lebontottak ott. A falat téglát, a vakolatot, a fundamentumot és a tetőt, és leszerelték a tartóerőt. A fundamentumot és a tetőt, és leszerelték a tartóerőt. Elvittek onnét két évszázadot, nyilalló fényt, szót, gondolatot. Szekére raktak egy kis hazát, a ház lelkét, a gazda igazát. Szekére raktak egy kis hazát, a ház lelkét, a gazda igazát. Letörölték a földet, hol lakott, eget fölötte, amin álmodott. S most nem tudjuk, hol éjszak, merre dél, hol kél a nap, és merre száll az éj. S most nem tudjuk, hol éjszak, merre dél, hol kél a nap, és merre száll az éj. Emberek, itt vagyunk Szegeden, Rókuson, Rókus és Felsőváros határán, a Tündér utcában. Tündér utca 11/A számú házban, ahol én fölnőttem, és 24 éves koromig éltem. Én egy marslakó voltam ebbe a családba, tehát nem tudták, hogy ezzel mit lehet, mit kezdjenek. Tehát ilyen gyereket nem láttak ők sehol se. Szintén apám iskolájához tartozott az óvoda, hát gondolj bele. Nagyon szép hosszú telek voltak, akkor még mi még, ez a nemzedék még 4 évszakra szerződtünk. Tavasz volt, a nyár, az ősz, a tél. És mindig működött minden, akár ekkora hó volt, akár akkora, mert baromi nagy havak voltak. És az ilyen hosszú délutánok, téli délutánokon, hát nem nagyon tudtak már a dadák, azok nem is nagyon tudtak meséket, meg elunták már az egészet, és akkor azt mondták, na Ferike, üljék ki oda, és akkor kis székkel tudod, így oda kiültettek, és akkor mondjad, mert tudták, hogy sok mesét tudok, anyámtól tudtam ezeket. A saját meséi, amit gyerekkorában hallott, a magyar népmesék, az összes ilyen izé megvolt, ami létezett, Móra, Tömörkény, ezeket mondtam én ott el. És ez nagyon ment egészen addig, amíg egyszer elfogyott. Tehát az összes mesét elmondtam, amit tudtam. És mondták, mondjad! És mondtam, de nem tudok többet, na, hát nem értitek? Nem tudok többet. Dehogy nem tudsz, Ferike, mondták az izék is, a dadák, dehogy nem, csak mondjad. És akkor óvatosan megkérdeztem, hogy tudod, ilyen kantáros nadrágom volt, ilyen, mint akkor minden gyereknek, ilyen. És húzogattam, abból próbáltam erőt meríteni, és mondtam, hogy bármiről mesélhetek? Igen! És akkor mondom, a világjáró Budiról is? Persze! És akkor elkezdtem. Tudod, most komolyan a világjáró Budi, vagy csak világjáró Budi volt az első mesél. Az udvarunkban volt egy Budi, és az arról szól, hogy megvan. Már nincs meg a Budi. Nem írtad újra? Nem a Budi a mese?
Hát csak nem tudom. Szóval elmegy világál. Most ne. A lényeg az, hogy ezek ilyen szürreális, tehát népi, a népmesékből épülő, azoknak a világára épülő, de szürreális. És beleírtam az óvodás életet is. Szóval ezért voltam népszerű ebben a dologban. Tehát így kezdtem. Én 4 évesen kezdtem a pályát.